Nem érvényes mindenhol a közbeszerzési stop. Matolcsy György miniszter egy hónapja jelentette be, hogy idézem, teljes közbeszerzési stopot rendel el. 5 nappal ezelőtt viszont a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ pályázatot hirdetett 29 autóra. A vezérigazgató azt mondja, rájuk nem vonatkozik a tiltás. Írott CD-k egy Skoda Superb rekeszeiben, ezen kívül minden vadonatúj és eredeti. Ilyen kocsikból 97 darabot vett 600 millióért a kormány. Bár 2010 májusában Orbán Viktor autó, bútor és telefonbeszerzési stoppot hirdetett, most szeptemberben pedig Matolcsy György hirdetett beszerzési stoppot a gazdasági nehézségek miatt. Az állam ennek keretében egy teljes beszerzési stoppot rendel el az államigazgatás keretében. De ez a stop nem érvényes mindenkire. Az államigazgatáson belül változik, mi egy állami cég vagyunk. Vagyis ha egy cég állami tulajdonban van, akkor vehet kocsikat. Az uniós támogatások kifizetésért felelős MAG ZRT 29 autót szeretne venni, 5 napja hirdették meg a közbeszerzési eljárást. Automataklímás, fedélzeti számítógépes, hűtött kesztyűtartós, sötét metál vagy gyöngyházfestésű autót szeretnének, 22 négykerék meghajtásút és 7 darab kétkerék meghajtásút. A nagyobb autókban elektromosan lehet majd a légnyomást is ellenőrizni. Ha megengedik, én így döntöttem, hogy ezeknek az emberek számára, akik úton vannak, és az út egy veszélyes üzem, azt mindenki elismeri, télen és nyáron, hogy haza tudjanak békében érni, én 4 személyes autókat szeretnék vásárolni. A vezérigazgató szerint, ha nincsenek megfelelő autóik, akkor nem tudnák biztosítani az uniós támogatások kifizetéseit. A MAG ZRT-nek persze most is vannak kocsiaik, de ezeket csak bérlik, és az év végén lejár a szerződésük. Kevés autó felel meg az ilyen szigorú feltételeknek, és a közbeszerzésre is csak 10 napot adtak. Több autókereskedő azt mondta az RTL híradónak, ezért nem indultak el a közbeszerzési eljáráson. A MAG ZRT egyébként azt ígéri, tesznek majd engedményeket. Ha hiányzik egy-két apróbb extra, például a hűthető kesztyűtartó, attól még szívesen megvesznek egy kocsit. Manhalter Dániel, RTL híradó, Budapest.